Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai vendégem Szébert Gergely, Fejér megyei kormányhivatali élelmiszerbiztonságért felelős főosztályvezetője, megyei főállatorvos. Tisztelettel köszöntöm. Én is tisztelettel köszöntöm. No, hát ma a nyári élelmiszer ellenőrzésekről fogunk beszélni, de előtte azonban kell, hogy szót váltsunk a sertéspestisről, hiszen riasztó híreket kaptunk a hét elején, hogy Magyarország északi része, ahogy eddig, tehát Heves megye és a Borsodabaúj, Nógrád talán, újra veszélyeztetett helyzet van, alakult ki. Hát igen, sajnos most már néhány hónapja ezzel a betegséggel mindenkinek meg kell, hogy ismerkedjen. Ugye az afrikai sertéspest is egy vírusos megbetegedés, amely az embert nem betegíti meg, viszont a házi, illetve vaddisznókra halálos betegséget, vagy nél halálos betegséget okoz. Fejér megye ebből a szempontból egyelőre még a szerencsés megyék közé tartozik, ugyanis a kiskockázatú megyék közé tartozunk, viszont igen, az észak-keleti régióban már egészen sok vaddisznóban megállapításra került, és ahogy látszik, terjed dél felé, illetve délnyugat felé. Ezért nagyon fontos a megyénkben lévő vadászattal foglalkozók részéről, hogy a felderítésben mindenképpen részt kell, hogy vegyenek. Ez azt jelenti, hogy valamennyi elhullott vaddisznóból mintát kell küldeni az Országos Diagnosztikai Intézetbe, ahol megvizsgálják és remélhetőleg kizárják ezt a betegséget, illetve kötelezettség még a vadászok részéről, hogy a betegség tüneteit mutató állatokat ki kell lőniük, és ugyanígy mintát kell belőlük venni. Ez a vadállomány rész, és a házi sertések esetében szintén monitorozzuk a megyét. Ilyen esete itt arra kell gondolni, hogy nagymérvű elhullás, illetve nem ismert okból való elhullás esetén mintát küldünk és vizsgálatokat végzünk. Eddig a megyében nem került megállapításra a betegség, de mindenképpen oda kell rá figyelnünk. Tehát bizakodóak lehetünk nyilván, ha felelősen viseltetünk, mert ez egy nagyon komoly betegség, ezt már megszokhattuk, hogy oda kell figyelni. Mint ahogy oda kell figyelni az élelmiszer ellenőrzésekre is, ugye július 1-én kezdődött el a kiemelt élelmiszerbiztonsági ellenőrzések sora, augusztus 20-áig tart. Néhány szót váltsunk az eddig eltelt időszakról, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy Székesfehérvár frekventált turisztikai célpont, Velencei tó nem különben, és ilyenkor azért természetes a kiemelt figyelem. Így van, hát a nyári kiemelt célellenőrzésnél a célterületek szinte valamennyi található Fejér megyébe, így a nagy tömegeket vonzó fesztiválok, illetve rendezvények, a kiemelt turisztikai célpontok, így a Velencei tó, a szezonálisan nyitva levő vendéglátóhelyek, ezek mind-mind azok a területek, ahol ilyenkor kiemelt ellenőrzéseket végzünk. Ebben az évben nem került megállapításra egy-egy olyan élelmiszer, amit kiemelten nézni kellett volna, tehát valamennyit vizsgálni kellett, így az ilyenkor szezonálisan megjelenő fagylaltot, vagy az olyan előkészített húsokat, ugye, amelyek a grillpartik legfontosabb részét képezik. És kiemelt figyelmet fordítottunk idén a mozgóárusításra is. Fejér megyében több olyan székhelyen rendelkező mozgóbolt van, pékség, tejterméket vagy húst, húskészítményt árusító mozgóbolt, amely így ellenőrzésre került. No, a tapasztalatokról majd összesítésben, tehát majd megkérdezem, de viszont ugye ma 20 óra 30 perckor kezdődik meg a királyi napok, ez egy gyönyörű széges pénteki nap, és én azt gondolom, hogy ha valaki körülnéz a belvárosban, már látja, hogy minden ugyanolyan, mint a frekventált kiemelt ünnepeken, rengeteg sátor, élelmiszert lehet venni, alkoholt nem különben, és így tovább, és így tovább. Tehát hiszen tudjuk, hogy minden eddiginél több, nem beszélve arról, hogy 95%-ot mondtak nekem, hogy ennyi a lefedettsége a szállodai állománynak Fejérváron. Tehát nagyon-nagyon sokan lesznek. Tehát tömegeket mozgat meg a
királyi napok, élelmiszer, street food, utcai vendéglátás, mozgóbolt, büféskocsik, mozgó vendéglátás. Kezdjük az elején. Mind a jogszabály, mind hatóságunk egészen jól felkészült az ilyen nagy rendezvényekre. Ez azt jelenti, hogy a rendezvény szervezőjének jogszabályi kötelezettsége, hogy időben előre bejelentse hatóságunknál is azt a rendezvényt, ahol ilyen vendéglátó termékek forgalmazása fog történni. Ez így történt a királyi napok esetében is. Ez azért jó, mert hatóságunk ilyenkor el tudja mondani, hogy mik azok az alapvető feltételek, amikkel egy-egy ilyen kitelepülő vendéglátó egység megkezdheti a működését, és így már a szervező tájékoztatni tudja azokat az elárusító helyeket, amelyek később a vásár vagy rendezvény területén megjelennek. Tehát már csak így lehet ide jönni, megfelelő engedélyek birtokában. Rendben van, akkor most ezeket az alapvetéseket vegyük sorba, hiszen ezek nagyon-nagyon fontosak. Én azt hiszem, hogy a fogyasztókat, az itt nyaralókat, a fesztiválon résztvevőket ez érdekli. Hát mindenképpen egy-egy ilyen kitelepülés esetén rendelkezni kell úgymond egy bázis helyjel, ahonnan elindul ez a kitelepülő vállalkozó. Gyakorta látjuk azt, hogy valamilyen állandó vendéglátóhelynek a kitelepülő standján tudunk enni vagy étkezni. És ebben az esetben az alapanyagok onnan származnak. Természetesen olyan is elképzelhető, hogy nincs ilyen bázis hely, de maga az egység alkalmas arra, hogy az alapanyagból egy készterméket állítson elő. Itt gondolhatunk akár a lángos sütőkre is. És ebben az esetben megfelelő külön engedéllyel kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy azt az egységet a hatóság már a működés megkezdése előtt megvizsgálta, és a külön engedélyezendő termékek árusítására alkalmasnak találta. Tehát nagy valószínűséggel azok az elárusító helyek, amelyek itt élelmiszert fognak részünkre kiszolgálni, azok megfelelő engedéllyel rendelkeznek. De hogy biztosak legyünk ebben, ezért általában ilyen nagy rendezvény előtt, ez így volt az EFOTON, vagy így volt Ozora esetében is, a nulladik napon, még a kitelepülés időszakában a hatóságunk kimegy, és egy úgymond előzetes felhívást tesz közzé, ami általában egy papírlapon felsorolt követelmények, hogy mik azok az engedélyek, mik azok a személyi és tárgyi feltételek, amelyeknek meg kell felelni az árusítás során. Direkt azért, mert nem az a hatóságunk célja, hogy bírságoljunk, vagy valakit elkapjunk a zavarosban halászva, hanem az, hogy a fogyasztóhoz nehogy véletlenül egy nem biztonságos élelmiszer kerüljön elő. Nyilvánvaló, hogy még lehet javítani akkor a nulladik nap után, ha valami hibázik. Természetesen szokott is ilyen lenni, mert néha gond van az egészségügyi könyvekkel, mert ugye valamennyi kiszolgáló személynek érvényes egészségügyi és kitöltött egészségügyi könyvvel kell rendelkeznie. Ezzel szokott probléma lenni, bár azt bevallom, hogy az ellenőrzéseink során is találkozunk ezzel a problémával, tehát nem tudja ezt mindenki, nem tudja, nem akarja mindenki időre ezt orvosolni, de hát természetesen azok a személyek addig nem végezhetnek élelmiszerforgalmazást, akinek ez az egészségügyi papírja nincsen rendben. Ugye számtalanszor beszéltünk már ilyen időszakokban erről, tehát az élelmiszerbiztonságról, és majd rátérünk erre is, viszont engem nagyon érdekel, hogy mennyire kíséri kiemelt figyelem a tisztaságot, a higiéniát. Mennyire fontos ez a nem az önök szempontjából értelemszerűen, hanem az árusok szempontjából. Figyelnek erre? Én azt gondolom, hogy egyre inkább, és az elmúlt évekhez képest a
a tapasztalatok javulásról tesznek tanúbizonyságot, de mivel itt vannak előttem az eddigi tapasztalatok, tehát a július 1 és a mai nap között végzett ellenőrzéseink tapasztalata, azért 14 olyan ellenőrzés történt, ahol higiéniai hiányosságok miatt el kellett marasztalni azt a vendéglátóhelyet. Volt olyan, amelyet ideiglenesen olyan, akinél fel kellett függeszteni a működést ideiglenesen, amíg ezt a higiéniai problémát nem orvosolta, de azt kell, hogy mondjam, hogy a nagy többségében megfelelőek ezek a körülmények, és ugye itt nem csak a környezetre, hanem magára a személynek a higiéniájára is oda kell figyelni. Tehát a megfelelő, tiszta munkaruhára, illetve az élelmiszerrel való manipulációra, tehát hogy tisztán tartja-e magát a működés közben is az a személy. Igen, hát nyilván előfordul ez. No, hát akkor nézzük meg az élelmiszereket. Ugye említettük már a lángost, és a kürtöskalás rendkívül népszerű. Azt tudjuk, hogy jönnek Erdélyből barátaink, akik elterjesztették már, de lehet, hogy ez eredeti, lehet, hogy nem. Lehet-e figyelni itt a minőségre? Gondolok itt a lángosra és a kürtöskalásra. Azt hiszem, majd a kolbászokról később beszélünk, de ebben a kategóriában ez a két legnépszerűbb étek. Hát biztos, hogy Magyarországon a nyári időszakban a lángos az egy nagyon közkedvelt, és talán csak ebben az időszakban lehet ilyen mennyiségben találkozni vele. Biztos, hogy minőséget csak egy megfelelő élelmiszerbiztonságra lehet alapozni. Tehát ott, ahol az élelmiszerbiztonsági hibák jelentkeznek, tehát például a nyomonkövetés hiányzik, a hűtvetárolással problémák vannak, ott már nem beszélhetünk minőségi ételkészítésről. Ha minden háttér, tehát az élelmiszerbiztonság megfelel, akkor kerülhetnek elő a minőségi kérdések. Hát a minőség az egy bizonyos esetekben szubjektív fogalom, tehát hogy ízlik-e nekünk, vagy nem ízlik, az a pacalra szokták ugye azt mondani, igen, hogy azt lehet szeretni, meg nem szeretni, tehát ott nincs átmeneti állapot, de pont a lángosnál tudjuk azt, hogy valami, ha túlsütik, akkor az már nem nyújt olyan élvezeti értéket, egyetlen, de mondjuk egy nem megfelelően megsütött, tehát egy nyers lángos sem lesz finom. Tehát ilyen érzéseket azért természetesen a minőség szempontjából vizsgálunk, de vannak természetesen minőség szempontjából objektív mérőszámok is, amelyeket egy-egy mintavétel alkalmával megvizsgálunk, tehát hogy annak az összetételnek megfelele, ami mondjuk jogszabályban rögzített, vagy végzünk mi érzékszervi vizsgálatokat is. Ebben az esetben mind az íz, mind a szag, mind az állag vizsgálatra kerül, tehát nem egy műszer végzi ezt, hanem egy személy, egy vizsgáló személy, de ő annyira objektíven meg tudja állapítani, ahogy például, mert erről talán többen tudnak, ugye a borok minősítését se gép végzi, hanem a borbírálók azok élő személyek. Ugyanígy az érzékszervi vizsgálatokat nálunk is a labor munkatársai, akik ezzel a tudással fel vannak vértezve, végzik, és megfelelően objektív válaszokat tudnak adni. Eljutunk a frissen sültetik, de még jön a legfontosabb, a fagyi, illetve a jégkrém. Ugye azt kevesen tudják, hogy a jégkrémet most már megfelelő kritériumok szabályozzák, hogy milyen tartalommal kell bírni a csokoládé, és így tovább. De a fagyi hogyan lehet gátat szabni, hiszen számtalan probléma. Talán ez a leginkább veszélyeztetett édesség a nyár folyamán, a fagylalt. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy most már, mivel szinte teljesen biztonságos alapanyagokból készítik a fagylaltot, tulajdonképpen a legtöbb helyen úgynevezett por alapanyagokból, és ezt különböző behatásoknak teszik ki, keverik, főzik esetleg, és úgy szolgálják ki, ezért tulajdonképpen, hogyha később nem kerül bele valami szennyező forrás, azért
biztonságosnak tekinthetők. Nincsenek már azok a problémák, amelyek mondjuk az én gyerekkoromat is végigkísérték, hogy a vaníliafagylaltal több szalmonellás probléma is volt. Hál' Istennek az elmúlt években fagylaltal ilyen kapcsolatos problémák nem derültek ki, de egy másik nagyon nagy probléma viszont előjött, és ez pedig az allergének kérdésköre. Ilyen esetben is, amennyiben a termék allergént tartalmaz, akkor azt ki kell függeszteni, és arról tájékoztatni kell a fogyasztót, hogy nehogy véletlenül egy allergiás reakció következzen be. Okozhatja ezt ugye maga a fagylalt, de maga a tölcsér is okozhat ilyen problémát. Természetesen a tölcsérrel kapcsolatban vannak higiéniás kérdések is, tehát nem véletlenül szalvétában kapjuk, illetve szalvétával szolgálják nekünk ki, mert igazából ahhoz kézzel csak mi nyúlhatunk hozzá. Nyilván. Na, megérkeztünk a húsokhoz. Kolbász, hurka, frissen sültek, tarja, minden. Nagyon fontos a származási hely, ugye, ebben az esetben. A másik oldalról itt is előtérbe kerül a higiénia, és majd utána a pénzekről beszélünk, hogy mi hogyan kerül a vásárlók elé. Fontos, hogy a származási hely az biztonságos legyen. Nyilván azt egy papír, egy származási hely rögzíti. Így van, hát nyomonkövetés, tehát minden ellenőrzésünk egy része nyomonkövetési ellenőrzés, ilyenkor az alapanyagoknak a származását ellenőrizzük. Ugye ott kell lennie, vagy egy számlának, hogyha azt egy kereskedelmi egységben vásárolta, vagy egy szállítási bizonyítványnak, hogy az egy ellenőrzött, engedélyezett helyről származik. Ugyanez a kolbász, hogy honnét? Tehát lehet, hogy remek az húsból van, de ha otthon készült, akkor kevésbé szabályos. Hát mindenképpen, tehát a közfogyasztásra csak engedélyezett helyről származó húskészítmények kerülhetnek. Ugye ez lehet vagy egy uniós engedélyszámmal rendelkező egység, úgynevezett oválbélyegzős húskészítmény előállítóhely, különben a nagy többség innen származik, de természetesen a hazai jogszabályok megengedik azt, hogy úgynevezett kistermelői előállításból is származzanak készítmények, de azt arról tudni kell, hogy a kistermelő az az élelmiszerlánchatóság által engedélyezett, illetve ellenőrzött vállalkozás, vállalkozó, és az ott készült termékek is megfelelőnek kell, hogy legyenek. Alkohol elkerülhetetlen, borok, sörök és égetett szeszes italok egyaránt várják a fogyasztókat. Általában azt szoktuk meg, hogy bizony előfordul, főleg az égetett szeszes italoknál egyik oldalról, hogy az valóban az, ami, csak éppensége nem számlás. Hát, a pálinkákra gondolok elsősorban. Igen, tehát ugye ha most a pálinkára gondolunk, a pálinkát komoly jogszabály szabályozza, hogy miből lehet, ki csinálhatja, és utána hogy kerülhet közfogyasztásra vagy forgalomba. Tehát nagyon szigorú szabályok szabályozzák, amelyek természetesen vonatkoznak mindenkire. Tehát a régen hallott házi pálinka, hogy egy büfébe elárusításra kerüljön, az egy abszolút tiltott dolog. Egyértelmű. Számlázás. Kapok számlát, vagy sem? Ez mindig kulcskérdés. És azt hiszem, hogy az ellenőrök is nagyon figyelik, bár az utóbbi beszélgetéseinkkor már kiderült, hogy Fejér megye bizonyos értelme jó helyzetben van, és ez nem csak a Velencei tóra, hanem Székesfehérvárra is vonatkozik, hiszen az ellenőrzés sorozatok végén kiderül, hogy bizony javult a számlázási fegyelem. Hát azért ugye a számlázás, vagy a számladási kötelezettség az ugye más hatósághoz tartozik, de természetesen, amikor közös ellenőrzést végzünk az adóhatóság munkatársaival, akkor mi is részesei vagyunk egy-egy ilyen eljárásnak, de a mi hatóságunk kimondottan ilyenkor az élelmiszerlánc biztonsági kérdésekre koncentrál. No, zöldség, gyümölcs. Mert tetszik, nem tetszik, a fesztiválokon, illetve azokon a hétköznapokon, amelyek a nyárra vonatkoznak, nagyon fontos számunkra a zöldség és a gyümölcs. Itt én azt gondolom, hogy kiemelten nehéz feladata van az élelmiszerbiztonságért dolgozóknak, mert a származási hely elég nehézen felderíthető,
ezt számtalan zöldségesnél megtapasztaltam, hogy vannak számlái ugyan, de hát az nem lehet annyi. Hogy lehet gátat szabni ennek? Hát csak és kizárólag nyomonkövetési ellenőrzésekkel. Ilyenkor egy ilyen láncolatot kell elképzelni, tehát hogyha a vég felhasználó előtti, tehát mondjuk egy kiskereskedelmi egységben végzünk ellenőrzést, akkor ő bemutat nekünk valami fajta származási papírt, és természetesen ilyenkor tovább kell menni, és a származási helynek az adatait is meg kell vizsgálni. Ez gyakorta megyéken átívelő feladatot igényel, ilyenkor értesítjük és megkérjük a szomszédos vagy épp távolabbi megyét arról, hogy végezzen ott ő egy nyomonkövetési ellenőrzést. Ilyenkor mi beszámolunk arról, hogy itt Fejér megyében mi mit tapasztaltunk, milyen adatok állnak rendelkezésünkre, és ők azt vagy tudják igazolni, vagy nem, vagy cáfolják, és ebben az esetben természetesen eljárást indítunk azzal az elárusítóval, aki nem megfelelő nyomonkövetési bizonylatokat adott nekünk. Ön számtalanszor elmondta már, hogy a cél nem a büntetés. Ez továbbra is így van. Tehát, és ugyanakkor arról beszéltünk, hogyha hiteles nyilván az ellenőrző hatóság, akkor egyre inkább eléri azt, hogy az első figyelmeztetés után próbál az árusító hely, független attól, hogy most mit árul, megfelelni a jogszabályoknak. Jó úton járunk ebben a kérdéskörben? Én azt gondolom, hogy igen. Igazából azt szoktam hangsúlyozni, hogy nem célunk a pénzbírság. Ugye a szankciónak többfajta változata van. A köznyelv szankció alatt gyakorta csak a pénzbírságot érti. Ezzel én csak azt akarom kihangsúlyozni, hogy minden egyes jogsértés esetén mi eljárást indítunk, csak hogyha olyan mérvű az a jogsértés, hogy elegendő egy figyelmeztetés is, ami szintén egy szankció, akkor ehhez az úgynevezett szankcióhoz nyúlunk, de emellett még a szankciók tárháza eléggé széles, mert például, ahogy az előbb említettem, nem megfelelő higiéniai terület esetén mi felfüggesztjük a működést. Ugye ez ott direktben nem egy pénzügyi szankció, de súlyosabb annál, mert egyrészt a közönség egyrészt abban az időszakban nem fognak vásárolni, tehát ez már egy kiesés, de hát azért gyorsan elterjed, hogyha technikai okok miatt zárva tart mondjuk egy büfé, akkor ott azért az emberek ennél tovább gondolkoznak, igen, hogy mi lehet az gyanakó azok. Gyanakó az ember fia, így van. Főleg, ha tud máshova is lenni, már pedig most azért széles az a választék. Biztos, hogy nagyon széles a választék a Fejér megyei eseményeket. Milyen gondolatokkal készül az ünnepség sorozatra? Hát én mindenkinek... Most nem a szakembert kérdezem. Én mindenkinek azt kívánom, hogy a lehető legjobban érezze magát, és hogy mutassuk be Fehérvárt az idegeneknek is, a barátainknak, hogy lássák meg mások is, hogy mennyire jó itt élni. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták. Az élelmiszerbiztonságról beszélgettünk Szibert Gergely főosztályvezetővel, és kérem nem feledjék, ma 20 óra 30 perckor kezdődik a királyi napok. Jó szórakozást mindnyájuknak augusztus 20-áig. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!